Sziasztok! Nekünk a Commodore mindig az egyik kedvenc magyar kutyafajtánk volt, és ezért sok videót készítettünk velük és róluk, amiket mind megtaláltok a csatornánkon. Ezek között előfordultak fajta bemutatók és a Commodore-ok jövője miatt aggódó szakértőkkel készült interjúk is. Ahogy köszönhetően nektek, a nézettségünk növekszik, és lassan eléri a 12 millió nézőt, a világ minden pontjáról egyre többen küldenek el nekünk érdekes és tanulságos felvételeket egy-egy kutyafajtával, és így a Commodore-okkal kapcsolatban is. Ezeket mi örömmel osztjuk meg veletek, főként akkor, ha ezek a felvételek magyar kutyafajtákról készültek, és esetleg külföldön. Mint kiderült, Amerika és Kanada több részén is tartanak és használnak egyre többen sikerrel magyar pásztorkutyákat munkakutyaként, olyan célokra, amikre ezeket a kutyákat évszázadokon keresztül alkalmazták sikeresen az őseink is. A kuvaszok sikeres kanadai használatáról már kikerült egy két részes videó a csatornánkra, amit a jobb sarokban elérhető linkre kattintva tudtok megtekinteni. A most bemutatott felvételeket azonban egy Arizona államban élő, birtoka és állatai védelmére három Commodore-t tartó hölgytől, Judy, Sandy, Holshertől kaptuk meg. A dolog hátterével kapcsolatban azt érdemes tudnotok, hogy az észak-amerikai kontinensen a kojotok szaporodtak el már-már veszélyes mértékben, hasonlóan a közép-európai aranysakál populációhoz. Arizonában és például Kaliforniában például 5-10, de esetenként 20 egyedből álló kojot falkák jelentenek nagyon komoly veszélyt a gazdák használataira, de nagyobb és kisebb testű kutyáira is, ami ellen egyre inkább az ősi pásztorkutyák, például a Commodore-ok falkában történő alkalmazása jelent megoldást és védelmet. A kojotokról és az aranysakálokról angol nyelven készítettünk egy filmet, amit szintén a jobb felső sarokba történő kattintással tudtok elérni és megnézni. Ami a lényeg, a most bemutatott felvételen az látható, ahogy egy Commodore-ok által védett területre beóvakodó kojot megközelít egy alvó Commodore-t, aki a veszélyt észlelve azonnal a kojot üldözésére indul, és elképesztő gyorsasággal egy pillanat alatt az ipari kamera látószögén kívülre kerül. Az így kialakuló csatába bekapcsolódik a másik két Commodore és a kojot falka többi egyede is, ennek azonban már csak a hangjait halljuk a videó második felében, Judy, Sandy, Horshertől tudjuk a történet végét, a kojot falka meghátrált, a betolakodó kojot holtan maradt a csatatéren, a kojottal elsőként összeütköző Commodore farok zsinórjai pedig igencsak megritkultak az összecsapásban, a házi állatok viszont éppen maradtak. Egy pásztorkutya létezésének pedig ugye éppen ez volna a célja és egyik értelme. Nézzük és hallgassuk tehát Judy, Sandy, Holsher felvételeit. Oh,